Először szólalt meg Kolós János özvegye, elárulva, hogyan telnek a mindennapjai, amióta a férje nincsen vele. Ahogy azt a Blikk is megírta, rövid ideig tartó betegség után szombaton hunyt el Kolós János, 81 éves korában. A tragikus hír szinte az egész országot letaglózta, ám a család azt kérte, tartsák tiszteletben a gyászukat. A tragédia óta most először szólalt meg Gaborsnak az énekes özvegye, Dékány Sarolta, akivel Kolós János 48 éven át élt házasságban. Az özvegy alapnak elárulta, hogyan éli meg, hogy már nincs mellette a férje nagyon rosszul. Egyedül vagyok a nagyházban, egész éjszaka nem aludtam. Most is csak fel alá mászkálok. Nem találom a helyemet, nem érzem jól magam. Nagyon hiányzik a férjem. Mondta megtörten Sarolta. Ahogy a Blikk is megírta, Kolós János a halála előtt kórházba készült, hogy a két éve műtött, de azóta is sok kiint okozó vállát ismét megoperálják. A mindig vidám énekes úgy tervezte, néhány nap után már otthon lábadozik, majd hamarosan visszatérhet a színpadra, amely oly sokat jelentett neki, ám ez nem így lett. Az özvegy arról is beszámolt, mi történt pontosan, amikor a férje életét vesztette. Kórházban kezelték, de mivel javult az állapota, ezért úgy volt, hogy hétfőn hazaengedik. Végül bent tartották, és szombaton megtörtént a tragédia. Elment a mosdóba, majd kifelé jövet hirtelen összeesett. Én is épp a kórházban voltam, de nem engedtek oda hozzá. Mindenki fejvesztve próbált cselekedni, többször is újraélesztették, ám már nem tudták visszahozni. A szíve vitte el, mesélte alapnak az özvegy Sarotának, szerencsére a segítségére van két gyermeke, Réka és Gergő is, ám most minden idejét a búcsúztató megszervezése teszi ki. Próbálja lefoglalni magát, viszont a férje holmiaihoz még nem ért hozzá, a személyes holmiaihoz ugyan még nem nyúltam. Minden úgy van, ahogyan itt hagyta. Még nem vagyok képes arra, hogy eltegyem a ruháit, válaszolta Sarolta. Beszámolt arról, hogy már ki is választotta férje végső nyughelyét, ami közel lesz jó barátja, Bajor Imre sírjához. A temetés március 20-án lesz a Farkasréti temető művész parcellájában, ahol utolsó útjára kísérik a zenészt, ám a szertartás egy időre nyilvános lesz, így a rajongók is leróhatják a tiszteletüket. A rajongóknak 14:30 és 14:30 között lesz alkalmuk elbúcsúzni Jánostól, addig lesz nyilvános a temetés, mondta.
A temetés 3 órakor kezdődik majd a búcsú beszéddel, amelyet eredetileg Lukács Sándor és Hegyi Iván tartottak volna, ám egyikük lebetegedett, másikuk pedig vidéken tartózkodik. A beszéd után a család és a barátok vesznek búcsút a zenésztől, míg a szertartást egy református pap vezeti. Az özvegy azt kéri, mindenki egy szál fehér virággal emlékezzen meg a férjéről.